Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Az Úrnak új dalt énekeljetek, mivel hogy csodákat művelt, tudtulatta hűségét a nemzeteknek. Alleluja! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Most 4 fórumon keresztül, elsősorban itt a helyszínen élőben, aztán a Tamás Atya Facebook oldalán keresztül, aztán Zsoltnak a YouTube-on keresztül is, és a tévénéző tévén keresztül is a kedves testvéreket. Húsvét után vagyunk, húsvét 5. vasárnapját ünnepeljük. Ez a hónap egyben a Szűzanya hónapja is. Szeretettel gondolunk a Szűzanyára, szívünket őhozzá is emeljük, kérjük, hogy járjon közben értünk. Szentmise elején, mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk, és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddél fogadtál bennünket, tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódást támadt a görögök között a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összeírt a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volt a rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, csak azt a szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt, bölcs férfi, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magukat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották István ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Porkuszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklós, az antiókiai porzelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket.
és az Isten igéje tovább terjed úgy, hogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen rá. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Örvendezzetek, igazak az Úrban, a szentekhez dicséret illik. Dicsérjétek az Urat citerával, tiszkurú hárfán zengjetek neki. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Sziklaszi rád az Úr igéje, minden tettét hűség vezeti. Az igaz lelkűséget és a törvényt szereti. Tele van a föld az Úr irgalmával. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztott. Mint élő kövek, épüljetek fel rá, lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az írás, íme Sionban kiválasztom, becses, szegletkövet helyezek el, és nem van szégyen, aki hisz benne. Nektek tár ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez van. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, a botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul elfoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket, az ő csodálatos világosságára. Ez az Isten. Istennek legyen Alleluja. Jézus mondja, én vagyok az Úr, az igazság és az élet. Senki sem jut atyámhoz, csak általán. Alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hogy hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég lesz nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát. Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és tetteitek, és atyám, a tetteiteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet, azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Áldjon néhelyet!
Ma is érvényes, hogy Isten országa olyan erővel terjed, amilyen önzetlen a szeretetünk, és amilyen mély a hitünk. Az evangélium viszont arról beszél, hogy, és arról biztosít, hogy a hit terjesztése nem csak a mi művünk, hanem a bennünk és általunk mindig ott működő Krisztus kegyelme. Az evangéliumban hallottak meghitt beszélgetést Jézus és a tanítványok között. Ez a búcsú elővételezésének a hangulatában történik. A tanítványok már valószínűleg sejtették a küszöbön álló tragédiát, Jézus halálát, ezért szívüket megülte, rátelepedett a szorongás. Jézus vigasztaló szavakat mond nekik, ne legyen nyugtalan a szívetek. Egyben olyan kérdésekre ad választ, amelyeket ők még megfogalmazni sem tudtak, vagy nem mertek. Olyan világosságot ad nekik, amelynek fényében képesek lesznek túlélni azt a találkozást, mikor ő már nem lesz velük. A tanítványok megértik lassan, hogy Jézusban azzal találkoztak, aki megadja nekik életük értelmét. Jézus ma ugyanezeket a szavakat intézi hozzánk is. Ne legyen nyugtalan a szívetek. Talán oda kell simulnunk csendesen a tanítványok mellé, és hagynunk kell, hogy Jézus szavai minket is megérintsenek. Aki benne hisz, annak örök élete van. Csak hogy pontosan ennél a pontnál jelentkezik egy újabb kérdés. Mit jelent mindez a konkrét, mindennapi élet szempontjából? Mit jelent Jézussal élni? Erre a kérdésre Szent Péter adja meg a választ, amikor így buzdítja olvasóit, menjetek hozzá. Szent Pál még merészebben is megmeri ezt fogalmazni, amikor azt mondta, öltsétek magatokra a Krisztust. A keresztény lelki élet lényege, tehát a Krisztus követése, amit a mai nyelvre vagy korszerű nyelvre szeretnénk átfordítani, hogy magunkévá kell tennünk Krisztust. Krisztusnak a mentalitását, ami azt jelenti, hogy a mindennapi életben igyekszünk úgy viselkedni, mint ahogyan Krisztus viselkedett, és úgy szeretni, mint ahogy ő szeretett, úgy megbocsátani ellenségeinknek, mint ahogy ő is megbocsátott, megbocsátani azoknak, akik megbántanak minket, úgy rábízni életünket az Atyára, amint az Atya tette, ahogy ő tette, halála pillanatában, ráhagyatkozni Krisztusra. Ebben az időszakban is csak Krisztusra tudunk hagyatkozni. Milyen érdekes, most már felemelő érzés is az, hogy úgy állhatok itt, hogy nem csak a kamerákat, a telefont nézem, hanem emberi, élő emberi arcokat látok, akik miatt él az egyház. Akikért él az egyház, akikért itt kell lenni. Ez olyan jó dolog, jó így itt állni. Jó, hogy vágytok arra, hogy itt legyetek. Jó, hogy akartok találkozni, nem csak nem a pappal elsősorban, hanem Krisztussal. És hogy ne csak lelki áldozás legyen, aki megteheti, hanem magához tudja, szívére tudja ölelni Krisztust. Tehát az Úr Jézus az élő kőszikla, vagyis Isten szent fia, és ő rá érdemes építkeznünk. Csak rá épülve lehet örök otthont építeni. Az egyházban is minden alá van vetve a romlásnak és a mulandóságnak is, kivéve a hitet, a reményt, a szeretetet, illetve a szentségi rendet, hiszen a szentségek, a hitnek a szentségei és a szentírást, meg a szent hagyományt, melyek pedig a hit forrásai, ezek megmaradnak.
Tehát a Krisztusba vetett hit tarthat meg minket. És a mennyországban élni azt is jelenti, hogy Krisztussal lenni. A választottak, ő benne élnek és megtartják, sőt, megtalálják a saját mi voltjukat, a saját nevüket. Az élet ugyanis annyit jelent, hogy mint Krisztussal lenni, mert ahol Krisztus van, ott van az ő országa is. Jézus Krisztus halálával és feltámadásával megnyitotta nekünk a mennyországot. Az üdvözültek élete általa megvalósított megváltás gyümölcsének a teljes birtoklása. Krisztus azokat, akik hittek benne és hűségesek maradtak az ő szent akaratához, részesíti a maga mennyei dicsőségében. Mennyország mindazoknak a boldog közössége, akik tökéletesen beleépültek Krisztusba. Hát erről is beszél a mai evangéliumban Krisztus. Mit tudunk meg Jézusról, az Atyával való kapcsolatáról, és arról, hogy mi vár ránk a mennyben? Jézus bensőséges, szeretett kapcsolatban, egységben van a mennyei Atyával. Cselekedeteit, szavaik közösek, minden gondolatuk, szándékuk közös, cselekvésük is közös. Jézus azért lehet az út számunkra, mert ő az Atya kinyilatkoztatása. Az ő személyében tárja fel számunkra önmagát az Isten. Jézus személyén keresztül az Atya egészen közel jött hozzánk. Nagyon nagy misztérium ez. Minél közelebb tudunk kerülni Jézushoz, annál közelebb kerülünk az Atyához. Jézusnak az a vágya, hogy hitünk, cselekedeteink és a vele való egység által közösségben legyünk az Atyával. Halljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Testvéreim, az Úristen ismeri emberi természetünket és emberi életünk törékenységét is. Ezért fordulunk hozzá bizalommal minden megpróbáltatásunkban. Add, Urunk, hogy az emberiség Ferenc pápa vezetésével, a püspökök és papjai közreműködésével rátaláljon mindenük Krisztus evangéliumára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj bölcsességet hazánk vezetőinek, hogy mindig tiszta lelkiismerettel hozzák meg felelős döntéseiket, melyekkel az emberek testi, lelki javát és biztonságát szolgálják. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te megígérted, hogy isteni jutalmat adsz azoknak, akik nevedben meglátogatják és megkönnyítik a betegek terheit. Áld meg orvosait és az egészségügyben dolgozók fáradozásait, adj neki kitartó erőt szolgálatukhoz, melyre ma oly nagy szükség van. Kérünk téged, hallgass meg. Istenünk, te szentjeid által vezeted a népeket, és testi, lelki orvosok lettél. Kérünk, küldj munkásokat aratásodba, hogy mindig legyenek
akik neked ajánlják életüket, és híveidnek megszentelését szolgálják. Kérünk téged, hallgass meg. Istenünk, te azt akarod, hogy minden ember üdvözöljön. Elmond testvéreinek, add meg az örök életet, és vedd fel őket, mint kedves gyermekeidet, az örök béke országába. Kérünk téged, hallgass meg. Istenünk, híveidnek örök pásztora, ki egy házadat, sokszoros gondviseléseddel kormányozod, és szeretettel igazgatod. Irgalmadban, küldj olyan főpásztort egyház megyénkben, aki életszentsége miatt kedves lesz előtted, nekünk pedig éber gondoskodásával javunkra válik. Kérünk téged, hallgass meg. Urunk Istenünk, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására oltalmazd és áld meg a nehéz időben egyházmegyénket, nemzetünket és az emberiség egész családját, hogy a járványt leküzdve békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, a mi Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret, felajánljuk neked, mint a föld termését, és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. A bor és a tisztítva által részesülünk annak Isten segélyében, akik egyesült részesülettem vasulunk. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort, felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Most meg van bűneimet, a zsűrgáltal tisztítsd meg. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el kezedből az áldozatot. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, add, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva, atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Feláldozva önmagát nem hal meg soha többé. Halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget, himnuszát zengik, és vég nélkül mondják, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban, jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségem, szolgáddal Ferenc pápánkkal, György főpásztorunkkal,
és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akinek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András, Jakab János, Tamás, Jakab Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádi apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogónus, János és Pál, Kozma és Damián vértanúidról és minden szentedről, az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől, irányítsd a te békétben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint, magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adomány, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad, igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapot Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltáról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk.
Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a Te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcelinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, Te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a Tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Szabadíts meg, szentest nevés, hogy te védkemtől is mondanak. Hadd, hogy mindig ragaszkodnak törvényeit, ez is soha ez a vágyak tőle. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram! És elmondjuk a lelki áldozás szövegét. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled,
Amen. Krisztus teste őrizzen meg engem az Urak. Krisztus véde őrizzen meg engem az örök élet. Én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlővesszők, mondja az Úr. Aki bennem marad, és én ő bennem, ő az bő termést hoz. Alleluja. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus a mi Urunk által. Hirdetéseink. A hétköznapi és a vasárnapi misék és szertartások a szokott módon ismét megtartásra kerülnek. A miséket csak 65 év alattiak látogathatják. Lényeges változás, hogy a kórház kápolnában nem lesznek szertartások, azok is a belvárosi templomban lesznek megtartva. Május hónapban májusi litánia lesz az esti szentmisék előtt 17:30. Hétköznap is továbbra marad lesznek a 10 órakor az online szentmisék, vasárnap pedig a 8:45-ös misét közvetítjük online.
ezekre a misékre is lehet mise szándékot kérni. Szombat és vasárnapi misékre maximum 50 embert tudunk beengedni a templomba, 60-at, maximum 50-60-at, a miséket csak 65 évvel alattiak látogatják, szájmasz használata kötelező. Lehetőleg ne jöjjenek a hétvégi misékre, hanem online nézzék a miséket. Vasárnap, tehát misék előtt, negyed órával és a mise kezdése után egy órával is lesz szentáldozás itt a belvárosi templomban. Jövő vasárnap, május 17-én, jó idő esetén, ha fű le lesz nyírva a remetén, akkor ott lesz a 11 órás szent mise. A szabadtéri misén is csak 65 évi alattiak vegyenek részt, szájmasz használata ott is kötelező. Nagyon furcsa ezeket a dolgokat hirdetni, mindig olyan létidegennek tűnnek, de hát próbáljuk betartani, és hál' Istennek, hogy már azért nyitva a templom, és jöhetünk a szent misére. És ez a hónap, ahogy a szent mise elején is említettem, Mária hónapja. Mária tiszteletet nem ritkán összekeverjük valamiféle vallási érzelemmel, és persze az is fontos, nagy baj lenne, ha örömünket és szomorúságunkat nem osztanánk meg Istennel, de a szűzanya mégis, szűzanya tisztelete mégis több ennél. A máriás lelkület azt jelenti, hogy Mária szemével nézzünk Jézusra. És nem csak akkor, amikor örülünk vagy szomorkodunk, hanem mindig. A legközönségesebb hétköznapokon is, és a legátlagosabb teendőink közepette is. Mert ha Mária tekintetével nézzünk Jézusra, akkor elfogadjuk, hogy Isten nem mindig úgy válaszol, ahogy várjuk, és nem is feltétlenül akkor, amikor mi várjuk azt. Máriának szent fia, tehát Jézus is okozott neki bőven meglepetéseket. A Szentírás is megerősíti ezt néhányszor, de a valóságban biztos, hogy sokkal többször előfordult ez, mint ahogy leírták, nem véletlen írták le. És Jézuson keresztül csillog Isten nagysága, és ez növelte egyben Mária hitét is. A bűn nélküli fejlődés, amelyben követnünk kell a szűzanyát. Erre is buzdít ez a hónap. Máriához való imádkozás nem csak a nők feladata, hanem a férfiaké is. Bátran vegyük kezünkbe a rózsafüzért is, és nem véletlen imádkozzuk a litániát is, ami elénk tárja Máriának az életét és nagyságát. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békével, és szolgáljátok Istent szeretetben.